A legféltettebb szövéstechnikával készült kétoldalas szövés látjuk itt, amit az én mesterem készített, a Szélesné Bözsike néni, ami egy technikai bravúrnak számított abban az időben, amikor még ugye csak kézzel szőtek az asszonyok, de ez mindig egy rangot jelentett a szövők között, akik ezt meg tudták csinálni, el tudták készíteni, az már egy nagyon elismert szövő volt. És minden korban egy, legfeljebb két szövőasszony ismerte, mert annyira bonyolult a technika, tehát maga a szövés technikája, hogy az alsó felét, ami különböző színű a felsőtől, azt mondja, tükörrel kell figyelemmel kísérni, és akkor egyszerre kell a felső és az alsó réteget szőni, és ez nagy odafigyelést, türelmet igényelt, és ezt azért úgy mindenki nem vállalta. Ez egy nagyon csodálatos esemény volt a számomra, mert ők nem írták ezt le füzetbe, könyvbe, nem jegyezték le, hanem mindent fejbe tartottak. És mivel nem nagyon foglalkozott már vele, nem emlékezett rá. Tehát nem tudta nekem, hogy most leültet, és akkor elmondja, hogy ezt hogy kell csinálni. Hanem ez úgy történt ennek a technikának az átadása, hogy nagyon sokat ő eljött hozzánk a lakásomra. Mindig ott töltötte nálunk a hétvégét, meg sokat voltunk együtt, és akkor szerettem volna, és ő már hajlandó volt rá. Csak azt mondja, hogy azt mondja, Marikám, már nem is tudom, hogy is volt, hogy is beleültünk a szövőszékbe, hol ő ült benne, hol én ültem benne, és próbálgatta. És nagyon sok nap eltelt, mire egy picit már kezdte kapizsgálni, hogy kell, és amikor ő beült a szövőszékbe, akkor mindig figyeltem a lábát, a kezét, minden mozdulatát, és akkor volt egy olyan csodálatos pillanat, amikor anélkül, hogy láttam rajta, hogy ez tudatos lenne, tehát nekem az volt az érzésem, hogy egyszer csak elkezdte nagyon-nagyon finoman, olyan nagyon-nagyon lágyan dobálni a vetélőket, és az volt az érzésem, hogy a keze emlékezett rá. És az volt a nagy szerencse, hogy én figyeltem, hogy a lábítókat milyen sorrendben használja, hát minden mozdulatát figyeltem, mert ott tartottunk, hogy nem tudja, nem emlékszik rá. És amikor rájöttünk, én is láttam, hogy most már alul másik szín, fölül más szín, hát akkor azt a boldogságot, és kifigyeltem, hogy hogyan használta, milyen sorrendben a nyomdikókat, és mikor ez tehát megtörtént, hogy kialakult az, amit mi nagyon-nagyon szerettünk volna, hát ez valami, sírtunk örömünkbe. És így valami, ez egy olyan csoda volt, hogy még mai nap is még beleborzongok abba az érzésbe, amikor azt láttam, hogy a keze emlékszik, és ő is meglepődött. Félelmetes élmény volt a számomra. Úgyhogy ennek annyira boldogok voltunk, hát én azt mondom, hogy ez egy isteni sugallat, egy isteni ajándék, egy adomány, hogy ez nem, tehát hogy így tovább élhet, tovább megmarad. Mert nem tudtam még egy olyan szövőasszonyról, akihez, ha ő nem emlékszik, akkor oda megyek a másikhoz és megkérdezem. Nem volt még egy ilyen. Hát akkor ez mi ez, ha nem egy kegyelem, egy isteni adomány.